Jó estét kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Miklós barátommal, nagyon aranyos. Az hát, sziasztok! És arra gondoltunk a Miki barátommal, hogy ő amúgy a nagy rajzolós osztálytársam, akinek mindig osztom a videóit, nézzétek meg, iratkozzatok fel rá, aki szereti az animét, az főleg, mert én nagyon szeretem. Arra gondoltunk, hogy hát ilyen vicces sztorikat, amiket közösen éltünk át, azokat fogjuk elmesélni nektek. Miklós egy hatalmas személyiség, hatalmas forma, jobb mint én, szóval majd ő fog alkotni máma egy 10 perces videóba, talán ha elérjük azt a limitet. Na, már hát a Miklós, lehet. Mivel kezdjük? Hát először bemutatkoznék, ugye Farkas ja. Miklós vagyok, és rólam azt kell tudni, hogy én allergiás vagyok a gyümölcsre, és egyébként viszont van az az eljárás, amint hogyha 60 fokra fölfőzzük, akkor folyékony állapotban már meg tudok inni. Úgyhogy... Így van, a legjobb a pálinka! Így van. Hát a Danival szerintem a Tűrben ugye először ott ismerkedtünk meg. És vicces, mert én az első évben ilyen antiszoc voltam. Meg hosszú hajú. Hát meg, ja igen, hosszú hajam volt. Nagy metálos. És hát... De azt először te mesélj, de hogy a Bartával hogy ismerkedtél meg, ma az is... Ja, kinnálunk a folyosón, ott áll egy gyerek. De nem mondunk nevet, azt beszéltünk. Jó, de a Bartát lehet, mert ő köcsög. Állunk a folyosón, ott áll az osztály előtt egy gyerek. Csak mondom, szia, te ide jársz az osztályba? Csak igen, üsz mellém? Igen, ennyi. Üt is mellém rögtön. Én meg ilyen kis antiszoc voltam, tehát én így bementem, ugye nekem ott nem volt semmi haverom. És akkor én így leültem, és így annyiból telt az egy nap, hogy én így ott voltam. ilyen külön osztályon ott voltam. És utána így egy hét után már így oda mentem Daniékhoz, és akkor ott jóba lettünk. És akkor így onnantól kezdve milyen mi vagyunk az osztály bohócai. Így van. Mi tartjuk össze az osztályt, mert az osztály egyébként... Ne gyere be, apa, mert videót csinálunk a Miklósra. Ezt ki kell vágnom ja. majd. Kösz. Aztán ki kell vágnom. Na, menj már, apa, mert ki kell... Menj már! Majd megy a bakikhoz. Na, szóval, igen. Hol tartottunk? Hát, hogy beültünk oda, és mi vagyunk az osztályban. Ja, és az osztály egyébként annyira nem tart össze, hogy így mi kovácsoljuk össze őket egyébként. Azzal, hogy minket fikáznak, hogy milyen gyökerek vagyunk. Igen. Na hát, és akkor utána össze elkezdtünk haverkodni, és akkor volt az, hogy menjek át Rémre. És hát... Azóta apám így akarja, hogy jöjjön át Rémre. Így van. És hát emlékszem, amikor először mentem oda, akkor... Mentünk hittarra, vagy hova mentünk? Igen, valami... Hittarra mentünk. Karácsonyra készülhettetek. Aha, igen, a betlemezésre, igen. Igen. És ma mondja Dani, hogy menjek el. Én egyébként... Hosszú hajad volt, még akkor én is. Nem vagyok annyira vallásos, mint a Dani, tehát hogy én így templomba azért nem járok. Van. És hát mondom, hogy Dániát, plébániára én, tehát... Na jó, egy fene elmegyek, és hát tényleg hosszú hajam volt, és... És volt nekem ugye barátnőm. Így van. És akkor arra ment el még kocsival az Andrásba, ugye? És amikor másodszor futottunk össze vele, egy kicsit meg is lepődött. Közli a Danival, hogy én utána bemutatkoztam, hogy Miklós vagyok, és így közli, hogy Dániel, azt hittem a barátnőddel látszik. És így ez a... azt hittem, hogy a sarkon a barátnőddel beszélgetek. Hát, majdnem. Egyébként van egy ilyen sztorim is, hogy bringáztam hazafel, akkor még falun laktam, és szomszédnéni megállított azt, hogy a jó napot hölgye, és... Hát, mivel én tudom magamról, hogy én azért férfi vagyok, így tettem lettem magamra, én bringáztam tovább, erre utána művölt, hogy a badapság már köszönni saját, és így... Az kevés. És ne felejtsük el, hogy a föci órás a sztorim, az a Miklóstal történt meg, hát de igen, most ő tudja legjobban eljátszani. Nevet nem mondunk, mert nem mondunk, megvernek minket suliba, szóval tanár. Földrajz órán. Mondjuk ezt nem kellett volna mondani, mert így... Na mindegy. Földrajz óra volt, most már úgyis mindegy. Engem fognak elfenekelni. Földrajz óra volt, és... hát ez egy ilyen szigorú tanár, egy viszonylag. Tehát azért nála viselkedni illendő. És... Hát így nagyba tartja az órát, hogy... Az itt a földrajzi foghálózat. Itt terül el, meg...
Minden és... Két csaj beszélgetett. Két csaj elől ott elkezdett beszélgetni, de olyan nagyon feltűnően. És talán ilyen tök komoly arc, hogy... Várjál, beakadt. Még egyszer beakadt. Na. Hol akadt te? Azt, hogy... Na, majd szóval... kivágom. Maradjál a bácsődbe! És hozzávágtak két csajot előtt, és konkrétan mellbe vágtak egyet. És így reflexből hátrafogtam a Danihoz, és így szakadtunk a rögésre. Jó, padalat, csak mi röhögtünk, csak mindenki. De mindenki szak... Minek röhögünk az állat? Így magig a fejünknél. Ő volt az a tanár egyébként, nem tudom mennyire emlékszik. Remélem egyébként, hogy nem nézi a videóidat, mert akkor... Én halott vagyok. Engem imád egyébként. Mondjuk én is bírom őt, és ugyanezen a földrajz órán volt, hogy... bejött, és mindenki köszönt, így, hogy jó napot, én gondolom, ja, igen. Ha vagy vicces leszek, pont mellette műté, Nem, azért, te előtte műté, és a Barta volt mellett. Barta volt mellette? Igen. Emlékszem, mert Csóri tőt fenyegette meg. Ja, igen. És így, na, a lényeg. Én gondoltam, hogy majd nagyon vicces leszek, és mondom, jó nagyot, ez meg reflexből, vagyis ő reflexből. Melyik volt az? Ránéz a haverunkra, Bartára, akiről már meséltünk, ilyen kis vézna, ilyen kis szottyat valaki, és az meg így összehúzta magát, azt se tudta, hogy hova nézze. Nem, reflexbe így mutatott, így oldalra. Így van, és mutat a Bartáról. Hallod? Nem töröltünk együtt libákat, és így haverom mutat rám, hogy ő volt, én megmondom becsületet, hogy... Igen, és a Miklós miatt kaptam még egy egyest. És miattad kaptam még egy egyest. Igen, mert hogy előtte órán viszont két dolgozatot írtunk. És ilyet szól nekem a tanár, hogy jó van Miklós, akkor most a te hibádból mind a két dolgozatjegyet beírom. És amelyiket nem akarta beírni, az nekem így kettes lett. És nekem mindenki más meg a egyes. Jó édes vagyádat meg, tudod? Na, de a következő szünetbe aranyosan jött, mászkálok meg minden Miklós. Te Dani, gyere! Valamit nagyon el kell mondanom. Csak gyere el az osztály szélső pacsora mellett. Így. Elmegyek. És olyan szarszag volt. Az egész osztályban. Lehetett érezni. Kegyetlen volt. Gyere már, mutatok valamit. Igen, ezt tudni kell róla. Mi az osztályban azt mondom, hogy úgymond. Szeretkezik, hogy Dani, te elhívod az ablakhoz így. Kicsit beakadtál. Várjál, beszélek én addig. Na úgy van, hogy elmegyünk szövetkezni az ablakhoz mindig. És ott beszéljük meg a dolgokat, és ott csináljuk a cirkuszt. Hú, de rossz a kép. Na, ne érzges. Na. Beakadt az... Beakadt a hangod. Na, ne. Komolyan. Aha. Nem, de jó a netem. Ha lehet, hogy az én netem nem jó. Az előbb... Na jó van, ennyi sztori amúgy is elég lesz, mert még nagyon sok van, és a többi videóban is szeretnénk csinálni. De nem jó, Miki, már akad a hang. De most akad, várj, majd elmondom helyetted. Na. Hogy a Miklósnak van egy rajzcsatornája, leírásban megtaláljátok, nézzétek meg, nagyon tehetséges gyerek, nagyon jó rajzol, főleg aki szereti az animéket, ott lesz a link, és jelezzétek kommentekbe, hogy akinek tetszett az ilyen sztorizgatós videó a Miklóssal, azt folytassuk-e. Na, köszönjük szépen, Miklós köszönj el, már a kép is szar, nem baj. Na, sziasztok! Ja.